A napvilágra került információk alapján egyértelműen megdőlt az az oltás dogma, amely szerint az oltás mindenkit örökre meg fog védeni a koronavírustól, hiszen nyilvánvaló az most már a tegnapi adatokból is, hogy például a kínai vakcinával oltottak negyede esetében semmiféle ellenanyag termelést nem tudtak kimutatni, illetve most már hozzánk, a Mi Hazánk mozgalomhoz rengeteg olyan visszajelzés érkezett, illetve érkezik, amelyekből az is egyértelműen kiderült, hogy nagyon sok esetben beszélhetünk oltások utáni mellékhatásokról, sőt sok halálesetről szerzünk mi magunk is tudomást, sőt a saját környezetünkből is érkeznek ilyen hírek. Ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy ne játsszon össze a nagy gyógyszergyártó cégekkel, a vakcina gyártókkal, hozzák nyilvánosságra, tárják fel valamennyi olyan esetet, amikor valaki az oltás után súlyosan megbetegedett, vagy akár belehalt az oltások következményeibe, mellékhatásaiba. Szintén felszólítjuk a kormányt, hogy ne akarja arra hivatkozva újra lezárni Magyarországot, illetve tönkretenni a magyar gazdaságot, hogy az eddigi oltások nem voltak kellőképpen eredményesek. Ártott már eleget a magyar kormány a magyar gazdaságnak, ne vegyen föl újabb hiteleket, hanem biztosítsa azt például mindenki számára, hogy bárhol az országban nem csak az antitestek jelenlétét kimutató vérvizsgálatot, hanem akár olyan vérvizsgálatot is tudjon végezni magával kapcsolatban bárki, ami azt is ki tudja mutatni, hogy például a T-sejtes immunitással rendelkezik a szervezete, sokkal inkább segíteni kellene a magyar embereket a védekezésben, és nem tönkretenni a gazdaságot, vagy nem éppen a gyógyszergyártók, a vakcinagyártók érdekeit kellene képviselni. Ellenezzük akár a harmadik, akár a második, vagy akár az első oltás kötelezővé tételét, ellenezzük a gyermekek oltását, és azt kérjük a kormánytól, hogy ne mellé beszéljen, hanem az összes adatot hozza nyilvánosságra, amit az oltások mellékhatásával kapcsolatban eddig eltitkolt.